Sergej Rebrov vezetésével labdarúgó csapatunk nagy sikert aratott, amikor a Dinamo Zágrebet 2-1-es győzelemmel kiejtette a Bajnokok Ligája harmadik köréből. Nem csoda, hogy erre az eredményre sokan felkapták a fejüket. 120 SMS-t kaptam, mindent meg is válaszoltam. Tisztességgel, tehát igen, sok volt. De lehet, hogy a Celtic után is volt ennyi. A BL playoff elérése azt is jelenti, hogy az újabb Európa Liga csoportkörös szereplés már biztos. De mint minden szurkolónknak, Kubatov Gábornak is egy másik kupasorozat jár a fejében. Egy lépéstől van pontosan, az jutott eszembe. Én, hogy mondjam, én mindig a legmagasabb pontot nézem ki magamnak, oda szeretnék eljutni. Én most már csalódott lennék, hogyha a BL csoportkör nem lenne meg. Persze pokol nehéz lesz, ezt mindenki tudja, aki oda be akar kerülni, az ott mindent meg fog tenni. Évekkel ezelőtt arról beszéltünk, hogy nekünk a kitűzött cél az, hogy eljussunk a Dinamo Zágrab magasságaig. És most azt lehet mondani, hogy egy kiki meccset játszottunk tegnap. A futball az ilyen tegnap a mi javunkra talán még, most remélem nem hangzik nagyképűen, talán még egy jobb formát is mutattunk, mint a Dinamo Zágrab tegnap. Élesebbek voltunk, harcosabbak, jobban akartuk a győzelmet, frissebbek is voltunk. Taktikusabbak, fegyelmezettebbek, tehát egy csomó dologban föléjük tudtunk nőni. De karnyújtásnyira vagyunk attól, hogy rólunk is úgy beszéljenek mondjuk itt Közép-Európában, hogy a csapat. Északon ott a Rosenborg mindig beszokott jutni, és mindig úgy beszélünk róluk, mint Észak-Európa egyik legnagyobb csapata. És itt mondjuk Közép-Európában mindig azt mondták, hogy talán Prágában van egy csapat, meg Zágrebben van egy csapat, és akkor ők itt dominálják a térséget. És én azt gondolom, hogy a tegnapi győzelemmel azért fölzárkoztunk mögéjük, majd hogyha ez olyan sűrűséggel történik meg, hogy mi csoportkörösök tudunk lenni minden évben, a Dinamo Zágrab elmúlt 10 évben talán egyszer nem került be a csoportkörbe, akkor azt tudom mondani, hogy utolértük őket, de jó nyomon vagyunk szerintem. A BL playoff elérésének értékét növeli, hogy az első körben a lehetséges ellenfelek közül a második legjobb, majd a Celtic és a Dinamo esetében már a legerősebb csapatot sorsolták velünk szembe. Én kifejezetten örülök annak, hogy ezeket így kellett megvívni. Hogy egy svéd bajnokot, egy Celticet, meg egy Dinamo Zágrabot kinyomni a nemzetközi kupából, vagy a Bajnokok Ligájából. Az szerintem egy olyan teljesítmény, amire úgy egész Európa azt mondja, hogy no, hát ez mégsem olyan egyszerű. Egy ismerősöm foglal nekünk szállásokat Norvégiában. És legalábbis ajánlatokat szokott nekünk adni. És fölhív, hogy te Gábor, hát Norvégiában azt mondták, hogy minek foglalunk szállásat, olyan nyilvánvaló, hogy ki fogunk esni. És akkor ma írtam neki egy SMS-t, hogy hát most kéne írni a norvégoknak, azt mondja, mert tegnap éjjel megírtam, hogy szeretnénk látni a szállást, a Ferencváros tovább jutott. Ez szerintem nagyon jót tesz nekünk önbizalommal, meg egy csomó mindenben. Még a BL-ben sem mindennapi, ami a Fradi meccse alatt történt. Az átkapus találkozó ellenére labdarúgóink úgy játszhattak, mintha szurkolók előtt rendezték volna meg az összecsapást. A Groupama Arena mellett összegyűlt sok száz drukkerünk buzdítása ugyanis a pályára is behallatszott. Megjártuk a foglot és magunkkal is hoztuk. Tegnap ez történt. Sok tekintetben megjártuk, maga a klub is megjárta a foglot. Az az ETA elleni meccs, amikor felkerültünk. Ilyen a világon nagyon kevés helyen van az a hangulat. És persze én személyesen is megértem a poklot. A szurkolókkal 3 év vitatkoztunk, de csak megérkeztünk egy olyan korrekt viszonyig, amiben tegnap is a legmagasabb szinten képviselték a klubunkat. Kevés ilyen van. Úgyhogy nagyon büszke vagyok az egész csapatra is, meg a szurkolókra is, meg a infrastruktúránkra, meg mindenre, ami körülöttünk van. Néztem a nézettségi adatokat, például 840 ezer ember nézett bele a mi meccsünkbe. Hány embernek okozott ez tegnap boldogságot, hogy hány embernek lett erősebb a nemzeti öntudata, hogy mi magyarok meg tudtuk csinálni. Érthető tehát, hogy az FTC elnöke nagy boldogsággal számolt be Facebook oldalán a Dinamo kiveréséről. Sok értelmű egyébként. Azt írtam ki, hogy csoportkör Pállal, mert a Orosz Palival fényképezkedtünk, csináltunk egy selfit magunkról. Mert szegény Palit meddig piszkálták azzal, hogy csoportkör Pál, meg így ígérgeti, meg úgy ígérgeti. Mi lett volna, hogyha Pali arról beszél végig, hogy hát majd lesz valahogy, jó lenne győzni, hát ez nem fradistához méltó magatartás. És volt a másik értelme, hogy csoportkör Pállal, hogy együtt bevezettük mégiscsak a Ferencváros labdarúgó csapatát az európai kupaszintére, és ott minimum Európa Liga csoportkört fogunk játszani.
Hogy amikor azt mondtam, hogy a magyar futball igenis fejlődött, akkor össze-vissza cikiztek engem, hogy úgy, ahogy fejlődött volna meg. De nézzük meg a magyar bajnokságot. Hát senki nem mehet már biztosra, nem? Nagyon közel vannak egymáshoz a csapatok, és ez szerintem rendkívül jót tesz. És nekünk is nagyon oda kell figyelni a magyar bajnokságban, hogy minden meccset meg tudjunk nyerni. Kubatov Gábor persze a tőle megszokott módon már a következő nagy feladatokra készül. A legfontosabb feladat az, hogy ne veszítsük el a koncentrációnkat. Tehát ez ugyanolyan alázattal kell végezni ezt a munkát holnap is, meg holnap után is. Ha csoportkörben vagyunk, közben bajnokság van, és minden feladathoz nagyon nagy alázattal és szorgalommal kell hozzáállni. Az igazság, hogy azok a kollégáim, akik ezt nem vették tudomásra, azok már nem dolgoznak velünk. Egy nagyon stabil keretünk legyen, egy olyan keretünk, hogy minden posztra két azonos képességű játékos legyen, azt szerintem sokat fog jelenteni. És ki tudja, hogy mit hoz a vírushelyzet. Ebben egy nagyon szigorú protokollt viszünk. Próbáljuk a játékosainkat óvni, de könnyen lehet, hogy közénk is becsap, és akkor kell, hogy megfelelő számú játékosod legyen, hogy helyt tudjál állni. Úgyhogy készülünk minden nap, minden percben. Van a Schwarzeneggernek egy mondása, ami úgy hangzik valahogy, hogy miközben te lógatod a lábad, az ellenfelet készül ellened. Úgyhogy én mindig azon mondjuk, hogy mi többet tudjunk dolgozni a többieknél.